Makovec -imre halálának tizedik évfordulója alkalmából érkezett Székesfehérvárra az a szabadtéri installáció, mely a magyar organikus építészet emblematikus alakja előtt tiszteleg. Az installációt a Makovec alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum közösen hozta létre. A Makovec imre tervei, illetve megépült épületei alapján készült az installáció. Vannak videóinstallációk is benne, illetve vannak képek, és elolvashatók az információk ezekről a csodálatos és különleges épületekről. Lerner Zsolt, alpolgármester, kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy Székesfehérváriként kicsit fájhat az ember szíve, amiért nincs Makovec Imre által tervezett középület a városban. Tervezni tervezett, még a 80-as évek második felében emlékszem, hogy gimnazista voltam, és akkor a Rákóczi útra a a skála, Skálával szemben tervezett egy, egy üzletsort, és ugyanezt az üzletsort folytatta volna a technika háza utáni négy emeleteseket kötötte volna így össze. Ez volt az egyik terve. A terv sajnos meghiúsult, ahogyan a György Oszkár tér környékére tervezett, ma Kovec lakóépületek sem készülhettek el. Az installáció előre láthatólag az év végéig lesz látható a Bartók téren, majd tovább folytatja országjáró körútját.